Sziasztok, az Én a Séf bemutatóján járunk, és hát a rendező forgatókönyvíróval fogok beszélgetni. Bonjour! Bonjour! Az első kérdésem az lenne, hogy nyilván sokszor megkérdezték, hogy forgatókönyvíróként, illetve rendezőként szoros a kapcsolatod a konyhával, illetve a konyha művészettel? A la première question, c'est une question habituelle. Donc, est-ce que vous avez donc un lien serré avec la cuisine ou avec la gastronomie? Alors non, j'avais pas vraiment de lien. Szoros kapcsolatom nincsen, de az édesanyám főzött, és hát egészen kicsi koromtól kezdve már a konyhában ott sertepert éltem, és én is úgy kevertem a dolgokat. Egyrészt az volt, hogy mindenféle ott kísérleteztem én is a konyhában, mert nagyon tetszett nekem, amit ő csinál, másik a rajz, amit nagyon szerettem. És igazából nincs nagyon szoros, tehát én is ugyanúgy főzök mostanában otthon, de az, amit nagyon értékelek, ami nagyon tetszik, az, hogy a magas színvonalú gasztronómiában hogyan kísérleteznek az emberek, hogy hogyan vegyítenek dolgokat, hogyan kevernek, kavarnak. Ilyenfajta művészet a filmkészítés is. Többször elhangzott a filmnek is ugye ez az alapkoncepciója, hogy a tradicionális dolgok, illetve a túlmodern dolgok mindig mostanában így egymással szembe feszülnek. Én a moziban is észrevettem, hogy nagyon sok film rámegy ezekre a durva akció jelenetekre, hatalmas látványvilágra, és közben elvész a történet. Itt viszont pontosan a történet és a párbeszédek adták a pikantériáját a filmnek. Fontosnak tartottad, hogy ebben a nagy komputergrafikált világban szembe menj az árral? Gondolom, hogy mind a kettő dolog nagyon fontos, de valóban ez tényleg jó észrevétel volt, hogy az én filmem inkább ugye a hagyományos alapokra épül, hiszen egy klasszikus oktatásban részesültem, hiszen színház nagyon sokat színházasztam, úgymond, és amikor a történeteimet írom, akkor gyakorlatilag erre alapozok, amikor a filmet írom. De azt gondolom, hogy a modernitás is nagyon fontos, tehát a mai dolgokra is oda kell figyelni. Én például Amerikában a fiatal rendezőket is ugyanúgy megnézem, és ugyanúgy rájuk is figyelek, hiszen ugye az is érdekes, hogy amikor a modern dolgok először mindig túlzónak hatnak, mindig valami különöset, valami újítót visznek be, de aztán egy idővel azok is hagyományá válnak, amikor már letisztulnak, és a lényeg marad meg. Úgyhogy az a számomra mind a kettő nagyon fontos. Térjünk át egy kicsit a színészekre. Ugye Jean Renault láthattuk a főszerepben, aki már bizonyított számos vígjátékban, számos akciófilmben is, tehát egy elég sokrétű személyiség. Mégis hogy merült fel a neve a filmet kapcsán? Annyira nyilvánvaló volt az ő neve, amikor arra gondoltunk, hogy ki az a szereplő, aki eljátszhatja, tehát egy olyan karizmatikus szerepet, aki világhírű, és tényleg ugye egy séf, és gyakorlatilag ez egy embléma, egy emblematikus szerep. És teljesen nyilvánvaló volt, amikor a producerrel erről beszélgettünk, egyből az ő neve merült föl is hívtuk, el is olvasta, tetszett is neki a forgatókönyv, és aztán megvártuk, hogy befejezze a forgatást a többi filmjével, és elkezdtük. Tehát ez, ő neki van olyan tehetséges és karizmája, hogy egy ilyen szerepet hitelesen el tudjon játszani. Azt láthattuk a színészek játékában, hogy gyakorlatilag a profi séfet simán hozták. Ez azt jelenti, hogy igénybe vettetek olyan szakembereket is, akik azért elmondták a véleményüket, illetve hogy minden a helyén legyen, ebben segítettek nektek? Oui, tout à fait. Il y avait beaucoup de cuisiniers à toutes les étapes. Igen, természetesen, hát ugye a statiszták, akik gyakorlatilag szakácsokat játszottak, ők mindent igazi szakácsok voltak, és sokkal egyszerűbb volt, mint hogy betanítsunk egy csomó statisztát, hogy eljátsszák ezt a szerepet inkább. És mindig volt két-három specialista, tehát szakács, akik folyamatosan gyakorlatilag tanítottak minket, hogy mi a helyes gesztus, vagy például mondjuk egy tálat hogyan kell szépen megcsinálni, tehát ők mindig segítettek, de ez ami nagyon fontos, hogy az összes szakács igazi szakács volt a konyhában. Nemzetközi piacra szánt vígjátékoknál mindig felmerül a kérdés, hogy mennyire fogják más országban érteni a poénokat. Én ennél a filmnél azt vettem észre, hogy nagyon finoman, nagyon jól voltak elhelyezve ezek. Eddig melyik országokban mutatták be a filmet, és ott hogy fogadta a közönség? Még nagyon az elején vagyunk igazából, tehát még csak most
játszák, nagyon sok országban megvették. Amit tudok, hogy Berlinben volt egy fesztivál, ahol a német közönség nagyon hangosan nevetett, nagyon tetszett nekik a film. Ugyanúgy már bemutatták Amerikában, Seattle-ben, ott is ugyanezt tapasztalható, hogy mindenki hasonlóan reagálta ugyanarra a humorra, amire egyébként Franciaországban is, és Izraelben is bemutatták, most majd Olaszországban is ki fog jönni, de még nagyon az elején vagyunk. Az az igazság, hogy amikor írom a filmet, akkor mindig arra gondolok, hogy én mind nevetnék. És akkor ezeket a poénokat írom le. Egyelőre mindenhol ugyanazok a reakciók születtek. Zárásképpen az utolsó kérdésem az lenne, hogy nyilván, mint elmondtad már, azokban az országokban, ahol bemutatták, részt vettél a bemutatón, és gondolom ezt folytatni is fogod. Fontosnak tartod, hogy a film nagyköveteként és rendezőjeként mindenhol jelen légy, és így is képviseld a munkát? Igen, nagyon fontos, hogy megismerjem, hogy az emberek hogyan fogadják a filmemet, és az is, hogy elkísérjem, és hogy utazzak, de mind a kettő egyszerre, úgy igen, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon fontos számomra. Halló, merci beaucoup, köszönöm szépen. Merci. Köszönöm neked is. Ha profi fotókat szeretnél, választ Kasszás Bencét. kasszásbence.hu objektívfotó.hu. Hogy mindig pontosak és divatosak legyünk, partnerünk divatórákwebáruháza.hu. Kövess minket Facebookon is! Média partnerünk